Erős vár a mi Istenünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm én is Szemerei János püspöktestvéremet, plébános atyát, paptestvéreket, lelkész urat, kormánymegbízott urat, képviselő urat, polgármester urat. Nagy szeretettel köszöntöm a répcelakiakat, evangélikus közösséget, a katolikus plébánia közösségeit, minden kedves vendégünket. Hálát adunk ezért a 750 évért. És nagyon örülök annak, hogy pontosan a mai ünnepen áldhatjuk meg Szent István államalapító királyunknak a szobrát itt Répcelakon. És ez a két dolog nagyon mélyen összefügg. Ennek a 750 évnek a titka, a forrása, a megtartó ereje az a hit, amely Szent István szívét betöltötte, amelyet ő szeretett volna a népének átadni. Szent István egyáltalán nem valami politikai számításból dönt a kereszténység mellett. Nem úgy gondolkodik, mint talán Géza fejedelem, aki állítólag ilyet is mondott, hogy elég hatalmas úr ahhoz, hogy két Istennek is áldozzon. Szent István nem így gondolkodott. Ő a lelke mélyéig keresztény ember volt. Följegyzik róla, hogy igen gyakran Esztergomból, a királyi házból éjszaka kiszökött titokban, és alamizsnát adott személyesen a szegényeknek. Volt, hogy el is kapták, volt, hogy megtépték a szakállát. Szent István adni akart a szegénynek, ahogy Jézus tanítja. Ha egy templomba belépett, mindig letérdelt a kövezetre, és hosszasan térden állva imádkozott. Ha csak tehette, minden nap részt vett a Szent Misén. Annak ellenére, hogy ő volt akkoriban Európa egyik leghatalmasabb uralkodója. A német császárnak, Konrád császárnak a seregét Győr mellett Szent István tönkreverte. Európa egyik leghatalmasabb uralkodója volt. Ennek ellenére soha hódító háborúban nem kezdett. Az ő uralkodásának egyetlen és legfőbb célja az volt, hogy az evangélium örömhírét átadja a népének. Egyházmegyéket alapított, templomokat épített, kolostorokat alapított és iskolákat. Szent István lelke mélyéig keresztény ember volt. Erre a sziklára épül rá a nemzetünk történelme. Szent István hitére és döntésére, amelyet továbbadott a népének. Ez az az alap, amelyről hallottunk a bibliai olvasmányokban is. A választott nép, amikor elveszíti a fizikai földet egy időre, a fővárosát, a templomot, megtalálja, ahogy ők mondták, azt a hordozható hazát, amit nem lehet tőlük elvenni, az Isten igéjét, erre építik a jövőjüket. Szent István is egy ilyen sziklára akarta építeni a népe jövőjét. Ebből a hitből született valaha az európai kultúránk. Európa nem magától jött létre. Szellemi gyökerei vannak, és nem is fog magától megmaradni. Csak akkor marad meg, ha ma is vannak Szent Istvánhoz hasonlóan gondolkodó és élő emberek. Az európai kultúrának az alappillérei az evangéliumból valók. A személy végtelen méltósága. Abból a fölismerésből fakad, hogy az ember nem csak egy faj egyede, nem csak egy okos állat, hanem minden egyes ember, az éppen csak megfogant kicsi gyermek az édesanyja méhében, a maga tehetetlen beteg, idős ember, a sérült ember,
Minden ember a Teremtő Isten képmása. Végtelen érték. Ebből fakad a teljes európai jogrendszerünk, szemléletmódunk, ami hála Istennek lassanként az egész világnak, egész földnek közkincse lesz. Az evangéliumból fakadt az a döbbenetes tudományos fejlődés, ami Európában a gazdasági életet, az egész szellemi életet átjárta. Abból a fölismerésből, hogy a föld, a világ Isten teremtménye. Nem egy megismerhetetlen, kaotikus valóság, ami körülvesz minket, hanem az isteni logosz, az isteni bölcsesség alkotta. A világ logikus és megismerhető. És ezt a világot Isten ránk bízta, emberekre, hogy műveljük és szépítsük, őrizzük. Ebből a meggyőződésből indul el az a döbbenetes tudományos fejlődés, ami Európát ilyen virágzóvá tette. Nem Kínában indult el, nem Indiában, nem az asztékok között, nem Mezopotámiában. Az evangéliumból fakadt ez a hatalmas szellemi erő, ami a nyugati kultúrát naggyá tette. Az első ingyenes iskolákat nem aténi filozófusok alapították, hanem egyszerű keresztény szerzetesek. Az első kórházat nem dúsgazdag római császár alapította, hanem egyszerű keresztény szerzetesek. Az ingyenes iskola és a kórház is keresztény találmány. A kultúránk az evangéliumból született, és addig van jövője, amíg vannak emberek, akik ebből a kincsből tudnak táplálkozni. A Szent István szobor azt a pillanatot ábrázolja, hogy ő fölajánlja a koronáját, a nemzetét, a jövőt Isten oltalmába, Krisztus édesanyjának, a szűzanyának az oltalmába. Azt kívánom Répcelaknak, hogy ez a mozdulat égjen bele a szívükbe. Tudják ugyanígy fölajánlani a családjaikat, a jövőjüket Isten oltalmába. Addig van jövőnk, amíg vannak így gondolkozó és így érző, így élő emberek. Amíg vannak olyan családjaink, ahol van helye az Istennek, az ünnepnek, az imádságnak, a Biblia olvasásnak. Amik vannak olyan házaspárok, akik bőkezően mondanak igent az élet kincsére, akik tudják, hogy a gyermek nem teher, és az édesanyja nem terhes, hanem a gyermek áldás. Az egyik legnagyobb áldás, amit Isten tud adni egy családnak, egy nemzetnek. Addig van jövőnk, amíg vannak emberek, akik megnyitják az életüket fölfelé, az Isten felé. Egyszer a kínai császárt megkérdezték arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megnyerjen egy háborút. A kínai császár állítólag ezt mondta, hogy három dolog. Fegyver, élelem és a nép hite. És aztán hozzátette, hogy ha ebből a háromból kettőt oda kellene adnom, akkor gondolkodás nélkül odaadnám a fegyvert és az élelmet. Mert ha a nép hite elvész, akkor elveszett az ország. Azt kívánom Répcelaknak, hogy maradjon meg a nép hite. Ajánljuk föl, ahogy Szent István tette az életünket, családjainkat a mindenható Isten oltalmába. Ebben segítsen mindannyiunkat Szent István király közbenjárása, és ez a mai ünnep is.